Köszönjük szépen! Mindjárt átnavigálok az előadásomra, mert én leszek az első előadó. Én is üdvözlök mindenkit. Hallható vagyok? Igen. Üdvözlök igen. Mindenkit a Huncertnek a nevében, Rigó Ernő vagyok, és rögtön a Zoom-mal kapcsolatos előadással fogom folytatni. Kis türelmet kérek. Én most nem hallok senkit. Igen, most már. Most már elvileg hallatszanom kell. És mindjárt meg is osztom a prezentációmat. Jó. Akkor, tehát... Ugye ezt a konferenciát rendhagyó módon a Zoom rendszeren keresztül tartjuk. Pali, hallható vagyok? Igen. Szuper, köszönöm. És ezzel kapcsolatban itt fölmerült egyrészt, hogy miért ezt a rendszert választottuk, illetve hogy miért biztonságos, vagy miért kevésbé biztonságos ezeket a rendszereket használni. És ezzel kapcsolatban egy rövidebb eszmefuttatás következik. Körülbelül ezek a témák fognak fölmerülni, tehát egyrészt próbálok beszélni az általános kockázatokról, amik az online videokonferencia rendszereknek a használatával kapcsolatban fölmerülhetnek. Aztán meg fogok vizsgálni három Magyarországon elterjedt ilyen videokonferencia rendszert, ezeknek a logóit megjelennek. És aztán mivel a Zoom-mal foglalkozunk jelenleg ebben a pillanatban, ezért a Zoom-nak az elmúlt időszakban tapasztalható biztonsági incidenseiről ejtenék pár szót. Tehát akkor nézzük, hogy mik az általános kockázatok. Ugye itt most már a konferencia indulásakor telefonon is értesítést kaptunk, illetve chatben is volt, aki beírt, hogy hallatszunk, vigyázzunk, hogy hallatszunk. Hasonló dolog a webkamera tudatosság is, vigyázat, látszunk. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy amikor ilyen videokonferencia rendszereket használunk, akkor óhatatlanul valamilyen szintű belépést engedünk a privátnak vélt szféránkba, akár az otthonunkba, akár ugye a gondolatainkba. A tegnapi napon is részt vettem egy videokonferencián, ahol az egyik szereplő elfelejtette lenémítani a mikrofont, és akkor motyogott ott magába, hogy hát ezek a szerencsétlen hülyék, és ez ugye nem hangzott jól abban a kontextusban, ahogy éppen egyébként a beszélgetés zajlott. Nem volt biztos, hogy rólunk mondta, és hát nem kérdeztünk rá, hogy mire célzott, amikor ezt tette, vagy amikor ezt mondta. A másik az, hogy ugye ide meghívókat lehet küldözgetni, és sokan nem tudják, hogy egy ilyen meghívó az annak milyen jelentősége vagy értéke van. Ugye ezek tipikusan valamilyen webcím formájában utaznak, és hogyha kapunk egy ilyen webcímet, és utána elküldjük valakinek, akkor az is ugye beléphet abba a szobába, amiben beszélgetünk. Ugye ez különösen olyankor jelent problémát, amikor mondjuk valaki a Facebookra teszi föl, és azt gondolja, hogy majd azok, akiknek szól, azok oda belépnek, csak ugye tudjuk, hogy a Facebookon nem feltétlen csak azok látják a hozzászólásainkat, akiknek mi azt gondoljuk, hogy szánjuk, hanem az ismerősünk ismerőse is, vagy akár lehet, hogy a teljes publikum, és így megtalálhatják a privátnak vélt szobánkat. És ezzel kapcsolatban egyébként konkrét támadások, sőt, egész nagy porverés történt, amikor az emberek erre kezdtek ráébredni, hogy ha fölteszek egy videokonferencia linket az internetre, és
és oda bárki beléphet, akkor lehet, hogy olyanok is be fognak lépni, akik olyan tartalmakat fognak utána megosztani, amelyekre nem volnék kíváncsi. Ugye a lehallgatós eszközmenti a rendszereknél is, hát ugye ez egy bizalmi kérdés részben, tehát kérdés, hogy azok a videokonferencia rendszerek, amiket használunk, azokat mennyire hallgatják le azok a szolgáltatók, akik ezt nyújtják, illetve kérdés, hogyha mondjuk a munkahelyünk egy saját self-hosted videokonferencia rendszert üzemeltet, akkor mondjuk az mennyire hallgatja le a munkatársakat. Hasonló általános dolog az is, hogy hát, hogyha egyszer webkamerával meg mikrofonnal kommunikálok a külvilág fele, akkor hogyha a számítógépemet valamilyen támadás éri, akkor még könnyebben hozzáférnek ezekhez az eszközökhöz, hiszen egyébként aktívan használom őket, tehát nem kell külön energiát befektetni a hackernek. Ugye nem tudom, hogy hányan kaptak a hallgatóságból olyan e-mailt a vételeivel rendelkezem, és fizes nem tudom mennyi bitcoint. Ugye ezek egyébként scamek, tehát átverések, valójában nem rendelkeznek jó eséllyel a hackerek a videokamera felvételénkkel, de ettől függetlenül ezt a helyzetet elképzelve megpróbálják fizetésre készíteni az áldozat, hogy mennyire könnyű vagy nehéz az etikai vagy szabályzati korlátokat átugrani egy ilyen videokonferencia rendszerű, sokkal könnyebb különböző csoportok között kommunikációt kialakítani, mivel egyébként nehézkes a kommunikáció, lehet, hogy könnyebben rá lehet venni bizonyos szereplőket arra, hogy olyan információkat is átadjanak, amiket egyébként nem kéne. És ami még fölmerül itt, ugye a külsősök behívásának a lehetősége. Tehát amikor olyan témában folyik mondjuk egy videokonferencia, hogy egy külsős meg egy céges társaság egymással kommunikál, és akkor utána a cégesek még egy-két céges ügyet is megbeszélnek egymással, mert ha már egyszer úgyis ott vannak online, akkor essenek ezen is gyorsan túl, akkor úgy előfordulhat, hogy olyanok is fültanúi lesznek ezeknek a dolgoknak, akiknek egyébként nem kéne. És egy másik ezzel összefüggő kérdéskör az az, hogy hogyan szabályozzuk. Ugye megjelent az MNB-nek is ajánlás tervezete legalábbis ezzel kapcsolatban, mármint az online videokonferencia, vagy egyáltalán az online jelenléttel kapcsolatban bizonyos az MNB által felügyelt területekben, de ugyanígy ez céges környezetben bárhol előfordulhat, hogy a cég szabályozni kívánja azt, hogy mi történjék az online térben. És ugye itt, hogyha túl szabályozza, hogyha túl kényelmetlenné, túl merevvé teszi ezeket a korlátokat, akkor számos lehetőség nyitva áll a munkatársak számára, hogy alternatív módon kommunikáljanak egymással, tehát egy úgynevezett árnyék IT infrastruktúra, egy shadow IT kialakulhat könnyen, amely fölött nem rendelkezik behatással az adott cég. Tehát ezek az általános kockázatok. Most egy-két adatvédelmi nyilatkozatot és ezzel kapcsolatos meglátást vetnék elő. Megnéztem a három talán Magyarországon legelterjedtebbnek mondható ilyen online szolgáltatásnak az adatvédelmi nyilatkozatát. Kezdjük a Zoom-mal, mivel ezt használjuk. Ugye a Zoom-nak megnézzük a privacy policy-ját, akkor látjuk, hogy milyen adatokat gyűjtenek, és ezeket hogyan használják föl. Itt ezeket föl is soroltam. És hát elég GDPR szagú ez a privacy policy, amit ők kiadtak. És van egy érdekesség, ami szerintem már a konferencia sorozatunknak egy visszatérő kérdésévé vált. A Zoom azt mondja, hogy ő a felhasználók által a szolgáltatásba föltöltött adatokat, egész pontosan a videó és audio anyagokat és a chatbe beírt dolgokat, ezeket nem tekinti adatkezelés tárgyának, ezek fölött a felhasználók rendelkeznek. Tehát a felhasználók adhatnak jogot és vóhatnak el jogot ezzel kapcsolatban, ők törölhetik, és az adatvédelmi kérdéseket, a megkereséseket is a Zoom a felhasználókhoz irányítja ezekben az esetekben. Nézzük meg a Teams-et. A Teams-nek már kicsit lazább az adatgyűjtés köre,
tekintetében tett definíciója. Tehát itt sokféle tartalmat, sokféle általános fogalmat sorol fel a Microsoft, hogy ezekre vonatkozik az ő adatkezelése, adatgyűjtése a Teams használatával kapcsolatban. Itt is azt látjuk, hogy az adatkezelés az egy korlátozott ideig zajlik, és kimondottan a céljához kötött. Ugye itt a céljához kötött az egy kicsit bonyolultabb. Ugye egyrészt itt a Microsoft esetén vonatkozik a Teams-ben tárolt adatokra a Microsoft adatkezelése saját maga szerint, tehát itt van egy különbség a Zoom és a Microsoft policy között, illetve ugye itt a jogos üzleti érdekhez köti ezeknek az adatoknak a használatát a legtöbb esetben. Néhány példát hoz, de példálozó jelleggel teszi ezt meg, úgyhogy nem tudhatjuk, hogy pontosan mennyi ideig fogja az adatainkat megőrizni. Itt is bővebb információt nyilván. Én nem vagyok jogász, ezt az elején már ki kellett volna jelentenem, tehát én kimondottam műszaki szempontból, és nagyon konkrétan ezekre a kérdésekre fókuszálva próbáltam ezeket a dokumentumokat megnézni. És végül a Google Meet. Itt sok érdekességet találunk. Hát egyrészt ugye az adatgyűjtés köre és ennek a definíciója a Teams-hez hasonlóan viszonylag lazán definiált. Itt olyan dolgok is megjelennek, amelyek máshol nem, tehát ugye a szenzoros adatok, a vezeték nélküli környezet és hálózatok elérhetősége és a többi, ugye aki androidos készüléket használ, az biztos tisztában van ezzel, hogy ugye a hely meghatározáshoz elég sokfajta információt gyűjt. És a megőrzési idő az, hát mondhatjuk azt, hogy korlátlan. Tehát a Google úgy fogalmaz, hogy az adatokat töröljük, amikor szükség van rá, de bizonyos esetekben meg nem fogjuk törölni, és erre van egy szintén egy jogos üzleti érdekes megfogalmazás, tehát ebből a szempontból hasonlít a Teams-hez. Ami viszont szerintem kiemelendő, az az adatkezelés célja, amely gyakorlatilag teljes jogot ad a Google rendszerein tárolt összes adat tekintetében, teljes felhasználási jogot a Google-nek, és ennek időbeli korláta sincs, tehát hogyha megszüntetjük az accountunkat, akkor sem kell ezeket az adatokat törölni a Google-nek. Ez egy viszonylag gyakran vitatott kijelentés, de én többekkel találkoztam már jogi területről is, akik ezt az álláspontot képviselik, hogy ezt így kell értelmezni. Ez egy tömörítés, ez egy jó hosszan leírt szövegnek a zanzásítása, amit most idézőjelbe szerepel. Az a lényeg, hogy nem tudhatjuk, hogy pontosan az adatainkat meddig és milyen célra fogja felhasználni a Google, hogyha egyszer a rendelkezésére bocsátottuk őket. Ezután a rövid összevetés után ezeket nem szeretném különösen értékelni, tehát nem szeretnék pró vagy kontra voksot letenni egyik rendszer mellett sem. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek magának kell eldönteni, hogy ezek alapján mit kíván használni. És akkor az utolsó témakör az a Zoom-nak a biztonsági incidensei, és ezekről szeretnék pár dolgot beszélni. Ugye amikor itt a konferenciát elkezdtük szervezni, akkor több irányból, például Dravesz Tibor főszervezőnk irányából is jöttek ilyen észrevételek, hogy hú, hát miért pont a Zoom-ot választottuk, mikor az híresen rossz, híresen sebezhető, sérülékeny, és sok gond van vele, és ennek próbáltam kicsit mélyebben és részletesebben utána nézni. Itt lehet, hogy némi véleményt is meg fog fogalmazni ezzel kapcsolatban, de nézzük először a jelenségeket. Tehát ugye az egyik ilyen elterjedt jelenség, ugye már a prezentációm nyitó diáján is egy ilyen bombával kicserélt óbetű volt a Zoom feliratban, aki esetleg szemfüles az észrevehette. Itt ugye arról van szó, hogy ez a Zoom bombing nevezetű jelenség, ez sokakat megrökönyödésre késztetett, amikor a Zoom-ot elkezdték az online térben erősebben használni. Itt nincs semmi másról szó, mint arról, hogy jogosulatlanok léptek be chat szobákba, és ott mindenféle tartalmat vagy a cseten, vagy akár videón megosztottak a közönséggel. És hát ennek az eredménye a második pont is, hogy az USA-nak, legalábbis az USA-nak, de lehet, hogy más területeken is ilyenek előfordultak, az oktatási területen, főleg az alsóbb oktatási területen a fiatalkorok védelmének az érdekében kitiltották a Zoom-ot egy rövidebb időszakra.
például itt New York államban egy hónapig tilos volt a Zoom használata oktatási intézményekben. Itt miről van szó igazából műszakilag a háttérben? Pontosan arról, amit az általános észrevételeknél is elmondtam, jelszó nélkül osztották meg ezeket a linkeket. Sőt, a Zoom egy ideig nyilvános felsorolásban is lehetővé tette a videokonferencia linkeknek a keresését és az odavaló csatlakozást, és hát meglepődtek a felhasználók, hogy jé, hát ez ide bárki be tud lépni. És ebből elég nagy ügyet sikerült kerekíteni, pedig valójában felhasználói tudatossági kérdésről van szó az én véleményem szerint. Akkor egy másik hasonló incidens, amikor a Zoomról elterjedt, hogy a felhasználók adatait a Facebooknak továbbítja. Ugye itt is ezt az incidens, ezt részletesebben érdemes megvizsgálni, hogy pontosan miről van szó. Itt az történt, hogy a Zoomnak az iPhone alkalmazása az lehetővé tette, és jelenleg is lehetővé teszi azt, hogy a felhasználók Facebook fiók segítségével jelentkezzenek be a Zoomba. És ehhez a Zoomnak a fejlesztői a Facebook által a rendelkezésükre bocsátott fejlesztői készletet vették igénybe az első időszakban. És ez a Facebook fejlesztő készlet, az SDK, ennek vannak nem várt mellékhatásai. Például, hogyha egy projekt alkalmazza ezt az SDK-t, akkor az akár akkor is, hogyha a felhasználó nem is rendelkezik Facebook fiókkal, és nem is kattint arra a Facebook belépés gombra, attól, hogy maga a Facebook belépési gomb megjelenik az alkalmazásban, attól már rögtön kommunikálni kezd a Facebook szervereivel, és hát számos profilozásra alkalmas adatot továbbít oda. Ezt az SDK-t ezt eltávolították, és saját implementációt hajtottak ezt követően végre a Zoomnak a fejlesztői. További biztonsági eset elterjedt a Zoomról, hogy távoli hozzáférés biztosít a webkamerához, és az embert lehallgathatják úgy, hogy nem tud róla. Ez gyakorlatilag egy kényelmi szolgáltatás, ami arról szól, hogy ha rákattintunk egy zoomos webes hivatkozásra, akkor automatikusan belépünk az adott konferencia beszélgetésbe, és hogyha olyan az alapértelmezésünk, akkor a webkameránk is bekapcsolásra kerül. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy már menet közben egy folyamatban levő hívásunkat valaki le tudja hallgatni, úgyhogy mi erről nem tudnánk, hanem arról van szó, hogy ha kapunk egy linket, és arra rákattintunk, akkor bizony megjelenhet egy ilyen jelenség, hogy mi nem vesszük észre, hogy a Zoom elindult, akár egy iframe-be ágyazva, itt van róla egy proof of concept, egy iframe-be ágyazva egy weblapon elindul a Zoomnak a webes kliense, és akkor ott szépen a webkameránk nézeget minket, meg a mikrofonunk lehallgat minket. Itt az alapértelmezések megváltoztatásával próbált a Zoom ez ellen harcolni, illetve itt is én azt gondolom, hogy részben azért felhasználói tudatossági kérdésről van szó. További ilyen incidens az, hogy a Zoomnak az OSX verziója az egy lokális webszerver telepít, és ez nem távolít, de nem kerül eltávolításra abban az esetben sem, amikor a Zoom klienst egyébként az OSX-es eszközről eltávolítják. Ez egy megkerülése egy OSX biztonsági szolgáltatásnak, ez pedig az, hogy a Safari böngésző egy bizonyos OSX verzió fölött már nem hajlandó automatikusan távoli webes hivatkozásokat megnyitni, hanem a felhasználónak hozzá kell járulnia ezeknek a megnyitásához. És ezt úgy oldották meg, hogy nem távoli, hanem helyi webes hivatkozásokra cserélték a Zoom-os linkeket az OSX készülékek esetében, és ez a helyi webszerver szolgálta ki ezeket a kéréseket, és a szükség esetén a Zoom klienst is visszatelepítette a gépre, hogyha valaki egy Zoom-os linkre kattintott egy OSX-es eszközön. Tehát ez is egyfajta ilyen felhasználói élményjavítási szándékkal került elvileg bele a rendszerbe, minden esetre az ezzel kapcsolatos fellángolás követően a Zoom ezt eltávolította, ezt a lehetőséget. És hát ami még érte a Zoomot, mint vád, az a kínai befolyás. Valóban kínai szoftverfejlesztők is fejlesztenek elvileg Zoom forráskódot. Én azt gondolom, hogy ez kimondottan egy ilyen Amerika-specifikus vád, amit bárkire rá lehet kenni, hogyha szeretnénk aláásni a hitelességét. És valóban egyébként van kínai adatközpontja is, mutassunk egy másik nagy szolgáltatót, akinek nincsen kínai adatközpontja.
és ki lehet kapcsolni az adatok továbbítását. Ebben az irányban nyilván akkor kínaiak sajnos nem fognak tudni csatlakozni. Ezen kívül már csak két mondatom van. Az egyik az, hogy megjelentek a Zoom telepítőnek álcázott malverek. Itt is azt hiszem, hogy a felhasználónak kell része lennie, tehát hogyha egy Zoom klienst valahonnan kap, és az nem a Zoomnak a hivatalos weblapja, akkor hát bizony malware támadás áldozatává válhat, és az utolsó diám, ez pedig a Zoom nevet, vagy Zoomra utaló nevet tartalmazó doménnév regisztrációknak a trendje az elmúlt időszakból, kimondottan a koronavírusos időszakból látható, hogy nem alszanak a kártékony elemek sem, tehát ez ügyben is résen kell lennünk. Úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor átadom a lehetőséget a következő előadónak.